Kék fényjelzéssel villog a Szombathelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület autója. A 8 aktív taggal bíró szervezet helyi cégek támogatásából és pályázatokból tartja fenn magát, melyeknek köszönhetően modern technikával tudják segíteni a hivatásos tűzoltók munkáját. Poraloltók, az osztók, sugárcsövek, vagy akár légzőkészülékek azzal a biztonsági megoldással, hogy ne tudjon bennmaradni tűzoltó, amikor elfogy a levegője. Az SMS-ben értesített önkéntesek első kézből kapnak információt a tűzesetekről. Egyszerre elkezdhetik a kárfelszámolást, ahogy történt ez a szeméttelep tűzoltásánál is. Itt Szombathelyen csak egy elhúzódó tűznél tudunk segíteni a hivatásosok munkájában, de idén már többször sikerült így is, úgyhogy akár a szeméttelep tűznél, akár a Nádasdy Ferenc utcában a raktártűznél tudtuk segíteni a hivatásosok munkáját. Mind az 5 megyei önkormányzati tűzoltó parancsnokság sikeresen pályázott, összesen 18 millió forintot nyertek. A 82 önkéntes tűzoltó egyesület nagy része is kapott támogatást a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös kiírású pályázatain. 77 szervezet pályázott idén, a támogatásban is részesültek, mind a 77-en, 64 millió forint értékben. Ez az országos résznek körülbelül a 13%-át teszi ki, ami elég nagy aránynak mondható. A pályázatoknak köszönhetően megújíthatják a felszerelésüket, és a szertárak karbantartására is jut pénz.